Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ünnepi szentmisénket felajánljuk elhunyt Sarafi Lénárd, valamint Szabó Antal Podoba Ágnes szülőkért, gyermekeik Mária Veronika János és nagyszülőkért. Pünkösd van az egyház év harmadik legnagyobb ünnepe húsvét és karácsony után, a Szentlélek nagy ünnepe, az egyház születésnapja. Szentmisénket az egyház hivatalos nyelvén, latinul mondjuk, amely nyelven misézik a római pápa, hétről hétre, 10 és 100 ezrek előtt a Vatikánban. In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Fratres agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda. Confiteor Deo omnipotenti et vobis fratres, quia peccavi nimis cogitatione verbo opere et omissione. Mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor beatam Mariam per virginem, omnes angelos et santos, et vos fratres, orare mea dominum Deum. Misereator nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis perducat ad nos ad vitam eternam. Thank you.
Gloria in excelsis Deo. Oremus, Deus qui horde erne corda fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti, da nobis in eodem Spiritu recta sapere, ed eius semper consolatione gaudire. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te cum vivit et regnat in unitate eiusem Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Olvasmány Mózes első könyvéből. A helyet, ahol az Úr összezavarta az egész föld nyelvét, Bábelnek nevezik. A föld egynyelvű és egyazon beszédű volt. Amikor Noé leszármazottjai keletről elindultak, Sínár földjén találtak egy síkságot, és ott letelepedtek. Így szóltak egymáshoz. Gyertek, csináljunk téglát, és égessük ki. A tégla épületkő gyanánt szolgált, a szurok pedig kötőanyagul. Azután így szóltak. Rajta, építsünk várost és tornyot, amelynek teteje az égig ér. Szerezzünk nevet magunknak,
és ne szóródjunk szét a földön. Akkor az Úr leszállt, hogy megnézze a várost és a tornyot, amelyet az emberek építettek. Így szólt: íme, egy népet alkotnak, és egy nyelvet beszélnek. Ez csak a kezdete tevékenységüknek. Ezután semmi sem lesz lehetetlen, aminek megvalósítását elgondolják. Ezért szálljunk le, és zavarjuk össze nyelvüket, hogy senki ne értse a másik nyelvét. Az Úr tehát szétszórta őket onnét az egész földön, és abba kellett hagyniuk a város építését. Ezért nevezik azt Bábelnek, mivel az Úr ott zavarta össze az egész föld nyelvét, és onnét szórta szét őket az Úr az egész földön. Ez az Isten igéje. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. In illo tempore dixit eius discipulis suis, sic vis diliget mem sermonem meum servavi, et pater meus domine eum et ad deum veniamus, et mansionem apud eum facemus, qui non diligit me sermones meos non servat, et sermonemque audistis non est meus, sed eius qui mi misit me. Hic locutus sum vobis apud vos mensas. Paraclitus autem Spiritus Sanctus, quem mittet Pater in nomine meo, ille vos docebit omnia, et suggeret vobis omnia, quicunque dixero vobis. Passem relinquo vobis, passem meam do vobis, non quodam mundus dat, ego do vobis. Non turbetur cor vestrum, neque formadet. Audistis via, ego dixi vobis, vado et veni od ad vos. Si diligelitis me gauderites utique, quia vado a patrem, quia pater maior me. Et nunc dissit vobis, priusquam fiat ut cum factum fuerit credatis. Iam non multat loquar vobiscum,
Venitanim princes mundo per eius et in menos habet quod quam. Sed ut cognoscat et mundus quod diligio patrem, et sicut mandatum dabit mea pater, sic facio. Verbum Domini. Szentlélek Úristen öröm ünnepe, katolikus anyaszent egyházunk születésnapja. Tudjuk, hogy a lélek éltet, akiből kiszállt a lélek, az halott. A lélek láthatatlan, de valóságos, élteti a testet, Isten lelke pedig érteti az egész világ mindenséget. Már a teremtéskor ott lebegett Isten lelke a vizek felett. Amikor a második isteni személy emberré lett, Jézus Krisztus a Jordán folyóban megkeresztelkedett, feje fölött ott jelent meg galambképében a Szentlélek, kiárat rá, hogy mennyei Atya akaratát hirdesse a világban. Amikor föltámadt, akkor megjelent tanítványainak, rájuk lehelt és azt mondta, vegyétek a Szent Lelket, akinek megbocsátjátok bűneit, bocsánatot nyer, akinek nem bocsátjátok meg, nem nyer bocsánatot. 40 napig a föltámadt Jézus itt maradt apostolai körében. Majd amikor mennybe ment, parancsot adott neki, menjetek az egész világra, tanítsatok minden népet, megkeresztelve őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Maradjatok Jeruzsálemben, mondta, amíg el nem nyeritek a Szentlélek ajándékát, és 10 napig ott maradtak, az utolsó vacsora termében nap mint nap összegyűltek, és Máriával, édesanyjával együtt imádkoztak. Mintegy 120-an lehettek jelen, amikor a 10. napon, miután már időközben az áruló Júdás helyett megválasztották Mátyás a 12 apostol közé, hirtelen heves szél, zúgás támadt, megrettentek az emberek, figyelték, honnan jön a hang, iparkodtak arrafelé menni, mert Jeruzsálemben nagy zsidó ünnep volt, és a környező országokból nagyon sok zarándok volt jelen. A teremben pedig megjelent minden apostol feje fölött egy tűzláng, és eltöltötte őket a Szentlélek. Olyan erővel, hogy amikor Péter kilépett a tömeg elé, amely összegyűlt a nagy zajra, olyan hatásos beszédet mondott, hogy még aznap 3000 férfi megkeresztelkedett.
Ezzel indult el a keresztény anyaszentegyház. Ma már több mint 200 millió a megkeresztelt embereknek a száma, és ez növekszik mindvégig, amíg történelmünk tartani fog. Az Isten lelke szállt beléjük, és adatta ezt az erőt. Addig zárva tartották az ajtót, féltek, bizonytalankodtak, és most elmúlt minden félelmük. A mindennapi életben is úgy vagyunk, hogy azokat az embereket, akik tetrekészek, bátrak, szorgalmasak, buzgókak, azt mondjuk, hogy lelkes emberek, tudnak lelkesedni. Azok az emberek pedig, akik szívtelenek, gonoszok, arra azt mondja a magyar ember, hogy lelketlen. Nekünk, pünköskor, nagyon-nagyon részesednünk kell Isten szent lelkéből, és lelkesekké kell válnunk. Eddig is lelkesek voltunk, de nem elegendő ez. Egyre jobban kell lelkesednünk. Ahogyan tegnap is Csíksomlyon az a 400 ezer magyar hívő ember összegyűlt, és együtt imádkozott, kigyűjtötte őket össze. Látom táblát, rá volt írva, New York, Amerikából jöttek Csíksomlyóra. Aztán Nyíregyháza, Magyarországról, Csángó, Kárpátaljáról. A Szentlélek egyesítő ereje gyűjtötte őket össze, mint ahogy gyakran mondjuk ezt a szentmise kezdetén és a beköszöntésben, a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Igen, a Szentlélek munkálkodik. Nagyszerű élményben részesülhettek tegnap azok, akiknek lehetőségük nyílt a Duna Televízión megtekinteni a II. János Pál pápa életéről szóló filmet. Milyen csodálatos volt, hogy az egyszerű lengyel országból jött főpap végigjárja a világ több mint 100 országát. Afrika, Ázsia, Amerika, és milliók tordulnak hozzá, és hirdeti Jézus szeretetét. Egy ember, és milliók gyűlnek köréje. Mikor Rómában volt az ifjúsági világtalálkozó, 3-4 millió fiatal, nem öregek, bocsánat, nem vénasszonyok, fiatal fiúk, lányok, milliói együtt énekeltek, imádkoztak a pápával, és olyan lelkesek voltak, hogy egész biztos, hogy a Szentlélek áradt ki rájuk. A Szentlélek működik a pápákban, a püspökökben, az egyházban, a szentségekben. Az egyházat élteti, láthatatlan, de hatása érezhető. Különben nem is maradt volna fenn 2000 esztendeig ez az egyház. Igaz, egy másik lélek is működik, amelyet úgy nevezünk, hogy gonosz lélek. Ez pont az ellenkezőjét akarja. Míg Isten lelke éltető lélek, ő a halálnak a kultúráját terjeszti. Az Isten lelke békességet hoz, emez viszálykodást, gyűlölködést, tiltakozást, tüntetést, sztrájkot, széthúzást, nem egybe tartozást, nem egységet. Vigasztal a Szentlélek, tanít a Szentlélek, amaz pedig csak hozza egymás után a káros híreket, gyilkosság, robbantás, terrorista események, bűnözések, bombázások, a halálnak a hírnökei. Tanít a Szentlélek, azt mondta Jézus, majd ő megtanít titeket mindarra, amit mondtam nektek, és eszetekbe fogja juttatni. A gonosz lélek azonban, hogy ne tanuljunk, felejtsünk. Azt se tudjuk, honnan jöttünk, hová megyünk, milyen az egyház, milyenek nagyszerű szentjei, mit tanít a Szentírás, a Biblia. Ezért a Krisztus egyháza Szentlélektől indítva mindig fontosnak tartotta a tanítást, a katolikus iskolákat, a katolikus nevelést, az ifjúságnak a tájékoztatását. Az ember úgy gondolja, hogy hallottuk az olvasmányban, hogy lassan mindent megtehet. Hallottuk az ókori bábeli torony építésének a történetét,
amikor az ember azt gondolta, hogy ő olyan tornyot épít, amely az égig ér. Akkor nem ismerték a világ űrt, csak föld és ég. Majd ők följutnak az égig. Utol érik az Istent, és majd ők lesznek a világ urai. Azóta sokszor az emberek megpróbálkoztak, hatalmas építkezésekbe kezdtek. Tudtommal a legmagasabb tornya világnak már 800 métert meghaladja. De ezt nem az Isten dicsőségére teszik, hanem hogy ott volt a maguk nevének a magasztalására, hogy őnekik hírnevük legyen, azért építik ezt a tornyot. És utána hozzátette, ez csak kezdete a tevékenységüknek. Bármiben belefognak, sikerülni fog. Valóban évezredek alatt az emberi tudás csodálatos dolgokat vitt végbe. Ki hitte volna, hogy a holdba el tud jutni az ember, meg hogy repül 1000-10000 méter magasan ide-oda egyik földrész között a másik között, vagy a föléhez tesz egy kis készüléket, és 100 kilométerre arrébb lévő emberrel elkezd beszélgetni. Hát nem olyan, hogy minden hatóvá válik az ember. Minek az Isten? Mi mindent tudunk tenni. Igen, tud repülni a világban, és ezek a repülőgépek tudnak atombombát dobni Japánra, ahol százezrek elpusztulnak. Ezek tudják bombázni Líbiát a napjainkban is, talán ma is Pünkös Szent ünnepén dobálják Észak-Afrikában a bombákat, és dicsekszenek, milyen eredményt értünk el, már ennyi meg ennyi épületet meg hadállást leromboltunk, lebombáztunk. Igen, hatalmas az ember, de mire használja a hatalmat? A maga dicsőségére és nem az Isten dicsőségére. Tornyok vannak a templomainkban is, de abban a harangok mindig az Isten imádására hívják az embereket. Reggel, délben, este az urrangalára. Délben 1457-től kezdve harmadik Kalixtusz pápa rendelete lévén az egész világon a magyarok török elleni győzelme, Nádorfejvári győzelme emlékére szól a déli harangszó. Amikor már meghalljuk vasárnap és ünnepnap, tudjuk, hogy a templomba kell indulnunk, az imádság házába. Az Isten hív bennünket, Isten szent lelke akar összegyűjteni bennünket. Ez a szócsöve a templom tornyában lévő harangok. És ha valahol és csendítenek, akkor egy rövid imát mondunk. Istenem, adj örök nyugodalmat ennek a testvérünknek, aki most meghalt. Még a nevét se tudom, de a harang figyelmeztet. Bocsásd meg bűneit, add meg neki az örök boldogságot. És amikor körmenet van, és ünnep van, és újjogunk, zeng, búg a harang, és Isten dicsőítésére szólít. Ma az emberek szeretik saját magukat dicsőíteni. Nagy reklámokkal, hírverésekkel a médián keresztül mindent az ember felé fordítani, hatalmas bankpalotákat, felhőkarszolókat építenek, a pénzt teszik meg az Istenüknek, és közben az embereket tönkre teszik. Eladósítják, öngyilkosok lesznek, mert a gonosz lélek, a sátán gyilkos és a hazugság atya. A Szentlélek pedig az igazságnak a lelke és értető lélek. Ezért mi azt kérjük ma, Pünkös napján a Szentlélek Úristentől, áradjon a mi lelkünkbe, adunk neki helyet, ki söpörjük onnan a gonosz léleknek a szellemét. Ő foglalja a helyet, legyünk lelkesek, legyünk mindig tetrekészek. Ha a gonosz lélek azt mondja, hogy sokakat eltávolít, akkor mi annál inkább közelítünk az Istenhez. Sokan elhagyják, elhanyagolják a vallásokat, mi annál erősebben vallásosak leszünk. Ezek csak néha jönnek, mi még sűrűbben jövünk. Ezek kevesek imádkoznak, vagy nem, mi helyettük is imádkozunk. És nem engedjük, hogy szent hitünk, szent egyházunk ereje itt a magyar földeken csökkenjen, és átvegye a Szentléleknek az irányítását a gonosz lélek. Ebben nekünk is feladatunk van, amikor Jézus az apostolokat küldte, és azt mondta, hogy amint engem küldött a mennyei atya,
úgy küldelek én is titeket, ez nem csak a 12-re, a 72 tanítványra, arra 120 emberre, arra megkeresztett 3000-re vonatkozott, hanem mindenkihez, aki Krisztushoz tartozik a Szent Keresztség révén, miránk is, minket is küld, és azt akarja, hogy rajtunk, életünkön, szavunkon, cselekedeten keresztül is áradjon a Szentlélek, betöltse az egész földet, és lerombolja a gonosznak minden ármánykodását, és diadalra juttassa Isten ügyét. Amen. Credo in unum Deum. Imádkozzunk testvéreim, miként az apostolok is közösen imádkozva várták a vigasztaló Szent Lelket. Urunk, világosítsd meg értelmünket és erősítsd meg akaratunkat Szent Lelked által. Urunk, töltsd el a szeretet tüzével Szent Atyánkat, 16. Benedek pápát, püspökeinket, papjainkat Szent Lelked által. Árad el magyar hazánkat és népünk vezetőit békességeddel és áldásoddal, Szent Lelked által. Vedesd a földkerekség népeit a testvéri egységre, Szent Lelked által. Adj lelkierőt a szenvedőknek, vigasztalást az árváknak, özvegyeknek, tanácsot a bajba jutottaknak, Szent Lelked által. Jóságos Atyánk, önsd lelkünkbe Szent Lelked ajándékait, és add, hogy az ő csodálatos egyesítő ereje mindnyájunkat testvéri szeretetben kapcsoljon össze Krisztus a mi Urunk által. Thank you.
Horát Efrát lesz. Monera quesumus Domine, oblata sanctifica, et corda nostra Sancti Spiritus illustra sone effundo. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te cum vivit et regnat in unitate eius Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Et spiritum. Sursum corda. Habibus ad dominum. Gratias agam. Aquem et salutare, nos tibi semper et ubique, gratias agere. Domine Pater omnipotens eterne Deus, per Christum Dominum nostrum, qui ascendes super omnes celos, sedens vel dexteram tuam, promissum Spiritum Sanctum, hodierno die, in filius adoptionis effudit, qua propter profitatis gaudis, totus in orbe terrarum mundus exultat. Sed est superni virtutes, aque angelis et potestates, hymnum gloriae tui consinut, sine fine discernit. Amen.
Vere Sanctus est Domine, fons omnis sanctitatis, hic ergo dona quisumus, Spiritus Filioque sanctifica, ut omnis corpus et sanguinis fiant Domini nostri Iesu Christi. Vicum passionis voluntare troderetur accepit manet, et gratias agens fregit, detitve discipulis tuis, Deus. Accepite et manducate ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum, quod pro vobis troderetur. Simili modo postquam senatum est, accipiens et calicem, iterum gratias agens dedit discipulis suis dicens. Accipiter bibite exo omnes, hic est enim calis sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite it meam commemorationem. Mysterium fidei. Et resurrectionis eius tibi, Domine panem vitae et calicem salutis offerimus, gratias agentis, quia nos dignos habuisti, hostare coram te et tibi ministrare, et supplices deprecamur, ut corporis et sanguinis Christi participes, o Spiritus Sancto, congregemur in unum, recordare Domine Ecclesiae tui toto orbe diffusi, ut eam in caritate perficias, una cum Papa nostro Benedictus, et Episcopo nostro Nicolaus, et universo clero. Memento esiam fratrum nostrorum, qui in spe resurrectionis dormirunt, omniumque in tua miserazione defunctorum, et eos in lumen vultus tui admitte, omnium nostrum quesumus miserere, Beatis apostolis et omnibus sanctis, qui tibi a saecula placuerunt eterni vitae meramur esse consortes, et te laudamus et glorificemus per filium tuum, Iesum Christum. Per ipsum et cum ipso et in ipso, Est tibi Deo Patri omnipotenti in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Amen. Preceptis salutaribus moniti et divina institutione formati, Audemus dicere, Pater noster, qui est in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua. Sicut in cielo et in terra.
spesumus domine ab omnibus malis, da propitius passem in diebus nostris, ut ope misericordiae tua adiuti, et a peccatusimus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes, beatam spem, et adventum salvatoris nostri Iesu Christi. Domine Iesu Christe, qui dixis de apostolis tuis, passem relinquo vobis, passem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tui, emque secundum voluntatem tuam pacificare et coordinare digneris, iungit manus, vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobis cum. Offerte vobis passem. Agnus Dei, victoris peccata mundi, misericordiae mundi, beati quid ad senam agni vocati sunt. Domine, non sum dignus, ut in pres tectum meum, sed tantum vic verbo est sanctitur animam meam.